Kenyérlángos sütnek a legkisebbek Újfehértón a Zajti Ferenc helytörténeti gyűjtemény udvarán. Ugyanitt, bár már az épületben a város vezetése tartotta tájékoztatóját, ahol beszámoltak az elmúlt időszak gazdálkodásáról. Februárban két új adónem bevezetéséről döntött a képviselőtestület, miszerint építményadót kell fizetniük a vállalkozóknak, kommunális adót pedig a lakosoknak, aszerint, hogy a település mely részén élnek. Heves viták, lakossági fórumok kísérték a döntést, ennek ellenére az utóbbi hetekben több mint 5100 bevallás érkezett a hivatalhoz, a bevétel azonban elmarad a tervezettől. A 90 milliós forintos tervezett bevétel viszont sajnos alul maradt, tehát a tényleges számok számítását követően, ugyanis kommunális adó esetében 50 millió forint, építményadó vonatkozásában pedig 25 millió forintot várunk erre az évre, amely 90 millióhoz képest jelentős csökkenés. 2010 őszén a szállítói tartozások mértéke 200 millió 888 ezer forint volt, mára sikerült 55 millió 520 ezer forintra csökkenteni. Nem csak a működési költségeken kellett spórolni, intézményi átszervezésekre is szükség volt. Így például a helyi éttermet és konyhát vállalkozónak adták ki bérbe, és összevonták a közművelődési intézményeket az általános iskolákkal. A városvezetés ennek ellenére még mindig nem dőlhet hátra. Átadáskor átvett lejárt szállítói tartozásokat rendeznünk kellett, emiatt fel kellett venni egy 140 millió forintos rövid lejáratú hitelt. Ennek a hitelnek a visszafizetése július 30-a. Nyilván elkezdődött a gondolkodás, hogy az az elem, amire építettünk, úgy néz ki, hogy nem, a gyakorlatban nem valósul meg, tehát az a vagyonelemet nem tudjuk értékesíteni erre az időpontra. Ezért megindulnak a tárgyalások a jövő héten a finanszírozó pénzintézettel, hogy átmenetileg milyen megoldás tudunk találni ennek a kérdésnek a kezelésére. Nyilván alapvetően meghatározza a helyzetünket az, hogy a beadott önhikis pályázatunkat mikorra, milyen formában bírálják el. A polgármester hangsúlyozta, nagy eredmény, hogy egy területen a sportcsarnokon kívül nincs 60 napon túli tartozása a városnak. Nagy Sándor hozzátette azt is, négy ügyben indítottak eljárást az elmúlt 4 év gazdálkodása miatt, mert azokban felmerült a visszaélés gyanúja.